Utolsó témánk a szakmai társkeresés lesz, de hát ez nem feltétlenül társkeresésről szól, hiszen a StageHive-ról fogunk beszélgetni. Ennek az alapítójával méghozzá, mindkét alapítójával, Metzner Verával, illetve Cortez Sebastiannal, akik már itt is vannak velem a stúdióban. Szervusztok, köszöntelek benneteket. Akkor tegyük gyorsan tisztába ezt, hogy mi úgy hívjuk, hogy vagy legalábbis címként is úgy van, hogy szakmai társkereső idézőjelben. Mit jelent ez a társkereső idézőjelben? Miért így beszélünk róla? Létrehoztunk egy olyan szakmai platformot, ami az előadó művészeti iparágnak és az előadó művészeti világnak lesz egy online platformja, egy találkozási pontja, és azért társkereső, mert tulajdonképpen szakmai társakat lehet keresni különböző projektekhez, különböző munkákhoz. Ilyen előtte egyébként még nem volt? Tehát ez teljesen egyedi? Amit találtunk hasonlókat, Magyarországon nem, de Európa szerte, azok inkább munkaközvetítő oldalak. A nagyon nagy különbség abban van, hogy amíg a munkaközvetítő oldalnál általában egy intézmény keres föl, egy alkotót, egy művész, bárkit valamiféle munkaajánlattal. Itt egy impulzus, egy projekt az indulhat bárhonnan, tehát akár egy művész is kezdeményezhet, egy táncos is kezdeményezhet egy projektet, összegyűjthet egy csapatot maga köré, és elkezdhetnek együtt dolgozni. Vagy akár csak egy két személy közötti együttműködést, bárki kezdeményezhet. Javítsatok, hogyha tévedek, de ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy ilyen közösségi oldalt? Kicsit? Tulajdonképpen igen, abszolút. Így, ahogy mondod. Csak annyi a feltétele, hogy tulajdonképpen ez előadó művészeknek? Nem csak előadó művészeknek, hanem mindenki, aki ebbe a világban dolgozik, tehát a műszakosoktól kezdve a szerzői jogászon át a produkciós menedzserekig. De és akkor ezt kihatározza meg, hogy ki regisztrálhat, mert azért ezt nehéz ellenőrizni, nem? Vagy senkinek nem érdekel alapvetően, hogy csak úgy fékként beregisztráljon? Reméljük, nem lesznek sokan ilyenek. Nyilván annak érdeke, hogy regisztráljon, aki valóban munkát akar. És azon kívül pedig, hát itt a profilok, azok lényegében ilyen mini szakmai portfóliók. És nyilván ebből is lehet féket létrehozni, de alapvetően az elmond az illetőről egy csomó mindent, hogy milyen referencia munkákat tölt fel magáról, hogy milyen szakmai kapcsolati hálót tud létrehozni az oldalon belül, és akkor abból kiderül azért az, hogy ő milyen szakember, és hogy érdemes-e vele dolgozni. Mikortól indult akkor ez az egész kezdeményezés? Maga az alapötlet az 2 éve volt, viszont 4 napja indítottuk igazából útjára. Előtte sokat teszteltük, még most is igazából nagyon sok visszajelzés jön, amit utána beépítünk és hasznos, de körülbelül 4-5 napja. Hát akkor gratulálok ehhez, hogy tényleg ennyire frissen most indult. Köszönjük. Abból, hogy ez valamilyen szinten előadó művészeknek, én most így fogom hívni, bár kijavítottuk, de hogy azoknak szól, azt gondolom, hogy ti is akkor valamilyen szinten ebben benne vagytok, hogy miért kezdte ezt az egész kezdeményezést? Igazából egy közös beszélgetésből alakult ez ki, mivel Sebastian rendező és koreográfus, én pedig művészmenedzserként dolgozom a saját ügynökségemben, és Sebastian éppen egy produkcióban volt benne, egy sajátjába, és nagyon panaszkodott nekem, hogy nincs olyan ember a környezetében, aki pályázatot írna, produkciós asszisztensi menedzseri munkákat látná el, amit ő így nem fogalmazott meg, igazából én fogalmaztam meg, hogy neked akkor kéne egy produkciós asszisztens, és én pedig tanítok most is a Verk Akadémia művészeti menedzser szakán, ahol viszont rengeteg olyan diák van, akik meg épp elkezdenék a pályájukat ezen a vonalon, és összeismertettem őket Sebastiannal, és ebből lett is egy nagyon jó munka, de pont ennek kapcsán fogalmaztuk meg, hogy ha mi nem ismernénk egymást, és amúgy nem a szakmából gyerekkori barátok vagyunk, akkor tulajdonképpen ez a találkozás nem jött volna létre. Ennyire nehéz ma Magyarországon ennek a rétegnek kapcsolatot teremteni egymással? Tehát, hogy itt is akkor még mindig inkább az a jellemző, talán most már nem, hogy ez a kapcsolatok alapján, beszélgetések alapján? Abszolút. Nincs egy olyan platform, így jutott ez eszünkbe, hogy nincs egy olyan platform, ahol új embereket tudnék megkeresni. Mindenki, két út van. A saját szakmai kapcsolati hálóját használják,
amennyire tudják az emberek, illetve hát ott van még mindig a közösségi média, ahol ki lehet posztolni azt, hogy sziasztok, nem tud valaki valakit, aki ismer esetleg egy használható embert, de nincs egy olyan, ahol valóban meg tudnám nézni, hogy az illető az mit tud, vagy esetleg válogatni tudnék, hogyha szükségem van mondjuk egy dramaturgra, akkor nincs egy olyan lista, amiből meg tudom nézni, hogy miben dolgoztak, hogy kinek a stílusa, az előtörténete passzol az én munkámhoz a leginkább. Ez egy nagyon jó ötlet, sajnálom, hogy nem nekem jutott eszembe. Mik a tapasztalatok eddig? Nagyon jók. Az első pár nap nagyon nagy sikert hozott, rengetegen regisztráltak. Nagyon sokan kezdték meg a profiluk feltöltését. És már vannak projektjeink, vannak közösségi finanszírozásos kampányaink, és tegnap elkezdtük a projekt bevezetését Lengyelországba is, úgyhogy most már így kezdjük látni a lengyel regisztrálókat, de hát ez még 24 óra se telt el a lengyelek bekapcsolása óta, de elkezdtek ők is megérkezni. Akkor a távolabbi célok lehetnek ezek is, hogy külföldi országokat is bekapcsolni, külföldi... Nem annyira távoliak. Mi eleve úgy terveztük az indulást, hogy 4 országban fogunk elindulni. Magyarország és Lengyelország mellett Németországban és Ausztriában fogjuk még januárban bevezetni. Itt kell ebben a 4 országban kiderülnie, hogy valóban van-e igény erre a szolgáltatásra, erre a platformra, és ha igen, akkor természetesen lépünk tovább a következő európai országokra, hiszen a nemzetközi együttműködés az kezdettől fogva egy nagyon fontos szempontja volt ennek az egésznek. Tehát a jövőben tulajdonképpen akkor a következő országok, tehát számos ország következhet, és tehát az átfedés mondjuk ekkora a művészeknél is, hogy itt most arra gondolok, hogy magyar nyilván nem csak magyarral áll össze, hát, művészi előadásokra. Tehát akkor ez egy kulcsfontosságú szerepe lehet ennek a platformnak. Abszolút ezt terveink szeretném. Között szerepel, és ugye különösen a tekintetben, hogy mondjuk például ha a táncra vagy a zenére gondolunk, ugye ott azért rögtön kevésbé fontos a nyelv, kevésbé fontos kommunikációs eszköz, sokkal könnyebben lehet kapcsolódni egymáshoz nemzetközi szinten, úgyhogy mindenképpen nagyon szeretnénk, hogyha egy-egy projekt nemzetközi alapokon nyugodna majd. Mondjuk most hallgatta ezt a beszélgetést valamelyik művészünk, hol tud akkor ezzel ismerkedni a StageEye-val? Legegyszerűbben. Jelen pillanatban az oldal működik, www.stagehive.eu a cím, illetve androidos telefonokra már letölthető az applikáció, és remélhetőleg hamarosan iOS készülékekre is hozzáférhető lesz. Ezen még dolgoznak a fejlesztőink, ez egy kicsit hosszabb és bonyolultabb kör, mint az Android, de az applikáció az már így létezik. És magát ezt a platformot úgy kell elképzelni, hogy nem csak tulajdonképpen emberekkel találkozhatnak, hanem akár például álláshirdetések is? Igen, intézmények is regisztrálhatnak, tehát egy színház, egy szimfonikus zenekar, bármilyen olyan jellegű intézmény, aki szintén tagja tulajdonképpen ennek a közösségnek, nekik más, egy picikét másmilyen az adatlapjuk, és őket is várjuk persze sok szeretettel. Van egyébként valami cél számilag? Tehát, hogy hány az a tag, akinek már így örülnétek egy bizonyos idő elteltével? Hát ezt nagyon nehéz felbecsülni. Eleve nagyon-nagyon nehéz volt felbecsülni ennek a teljes piacnak a létszámát. Próbáltunk még, amikor elindultunk. Mekkora egyébként? Sikerül felmérni? Nagyon sok helyen próbálkoztunk azzal, hogy egy konkrét számot kapjunk, hogy ma Magyarországon hányan dolgoznak az előadó művészeti iparágban, nem sikerült. Olyan adatot viszont azért találtunk, hogy körülbelül 1000 fő az, akit évente az iskolák, az oktatási intézmények kibocsátanak, felsőoktatási intézmények, és ugye itt most gondolunk a klasszikus zene, színház, tánc, új cirkusz, tehát ugye egy ilyen nagyobb körre azért. Hogyha most itt az egyetemekről, főiskolákról beszélünk, csak kifejezetten olyanok jelentkezhetnek, vagy olyanok tudnak regisztrálni, akik már mondjuk végeztek? Vagy ez egy célja is, hogy akár mondjuk gyakorlatot is tudnak itt szerezni maguknak? Abszolút. Olyannyira, hogy az egyik közeljövőbeni feladatunk az, hogy minden 4 országban felkeressük az érintett oktatási intézményeket, és küldünk nekik tájékoztató anyagot, hogy a diákok is, a tanárikar is értesüljön erről a kezdeményezésről. Ez még a jövő, de akkor a közeljövő, viszont valamilyen szinten azért már elkezdődött az egyeztetés, akár az egyetemek főiskolákkal gondolom, vagy még nem annyira? Tehát, hogy arra lenne kíváncsi, hogy
a tanárok részéről ezt hogyan fogadták, vagy akár maguk az intézmények? Hogy egy könnyebbségnek, hogy akár a gyakorlaton vehetnek részt a diákjaik sokkal könnyebben? Még nincs ilyen jellegű visszajelzésünk, de én nagyon remélem, hogy pont amit mondasz, az a gondolat fog megérkezni, hogy ez elő tudja segíteni a szakmába való becsatlakozást rögtön az elején, rögtön az oktatási intézményből kijövve lehetőségeket fog teremteni, és főleg azt a gondolatot veti föl, hogy mennyire jó lenne együtt dolgozniuk azoknak az embereknek, akik ott vannak, tehát hogy nem feltétlenül arra fognak várni, hogy akkor majd XY intézmény megkeresi őket, hanem hogy proaktívan egymással gondolkodva és egymással kapcsolatba lépve kezdenek el egy projektet. Hazánkban egyébként sok, nevezzük úgy, kallódó művész van, tehát akiknek pont emiatt, mert mondjuk nem volt egy ilyen platform, nehezen tudtak belerendülni a munkába, vagy bármit találni? Szerintem sok van. És akár végzettek? Persze, abszolút. És azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet egyre inkább afelé mutat, hogy el kell kezdeni minél inkább projekt szemléletben gondolkodni, tehát nem azt várni, hogy majd egy intézmény egyszer csak leszerződtet egy évadra vagy hosszabb távra, hanem valóban össze kell állni, alkotótársakkal is létrehozni projekteket pályázati pénzből, pályázati finanszírozásból, és aztán pedig, ahogy lehet, egy másik konstellációban esetleg dolgozni tovább egy másik csapattal. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és meséltetek erről én azt gondolom, hogy remek kezdeményezésről. Sok sikert kívánok nektek! Nagyon szépen köszönjük!